a tilos rádió, és benne a szokó lényegző. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, benne pedig a Szokolébresztő adása. Én Dr. MZ per X vagyok, vagyis Vince Miklós, és ez itt a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sáv, vagyis, és mellestek persze a tilos.hu-n is élőben követhető az adás. Na már most, a helyzet a következő. A Szokolébresztő ezúttal ismét egy emberes formátumban jelentkezik, vagyis én vagyok ez az egyetlen ember, hova tovább felvételről. Ugyanis ez egy konzervadás, éppen ezért nem adok semmiféle adástelefonszámot, viszont ez azt is jelenti, hogy mégis azért az interakciót azért megpróbáljuk megőrizni, ezért persze az e-mail címünkre továbbra is hívom fel a figyelmet, hogy ez működik, ez a szokolébresztő, vagyis sokolebresztó@gmail.com, és egyébként a tilos.hu honlapon is működik egy ilyen felület minden adásnál, ahol lehet írni a műsor készítőknek, vagyis ez esetben nekem. És akkor az e-mailben meg is jön, elvileg. Na, szóval a mai adásunk az ismét az űrkutatás, űrhajózás, űrtevékenység történetének egy fejezetét fogja kitárgyalni, ahogy hát kb. Minden második adásunk esetében történik is. Ez pedig ugye nem más, mint valami, ami hát nem egy nagy látványos űresemény, viszont nagyon fontos mérföldkő, egy politikai, űrpolitikai mérföldkő, aminek éppen az elmúlt héten volt a 60. évfordulója. Ez pedig ugye a John Fitzgerald Kennedynek, az Egyesült Államok 35. elnökének az a híres beszédje, amit a kongresszus és a szenátus összevont ülése előtt tartott 1961. május 25-én. Ebben a beszédben hangzottak el ugye azok a hát történelmi mondatok, hogy úgy gondolom, hogy ennek a nemzetnek el kell köteleznie magát annak a célnak az elérése érdekében, hogy még mielőtt ez az évtized befejeződik, embert juttasson a Holdra, és biztonságosan vissza is hozza a Földre. De egyébként sok más is volt ebben a beszédben, amit egyáltalán nem szoktak olyan gyakran idézni, mint ezt, hogy ebbe is érdemes belemenni. Olyasmik, amik egyáltalán nem valósultak meg egyébként, de persze nyilván ez volt a legfontosabb része, a leghangsúlyosabb része, és hát egyébként a leglélegzetelállítóbb része, tehát ezt is meg kell beszélnünk, hogy amikor ez a beszéd elhangzott, akkor ez mennyire tűnhetett egyáltalán realisztikusnak, és hát azt fogjuk látni, hogy hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon merész bejelentés volt, óriási optimizmusra enged következtetni. És az a vicc, hogy ugye most már történelmi távlatból tudjuk, hogy ez sikerült, tehát 1969-re valóban embert juttattak a Holdra az Egyesült Államok szervezetei, ugye a NASA főleg, amit egyébként nem is olyan sokkal azelőtt hoztak létre egyébként, hogy ez a beszéd megvalósult, hiszen akkor a NASA még egy fiatal, lényegében 2 éves ügynökség volt abban a formában, hogy NASA, persze léteztek elődjei is. És egyébként maga az Apollo program, vagyis hát az, ami végül is, aminek keretében belül a Holdra szállás megvalósult, az sem egyébként a Kennedy beszéd után indult el, hiszen az Apollo terv az már 1960 óta létezett a NASA-n belül, csak hát persze még nem kapta meg az ehhez szükséges anyagi támogatást, hogy aztán azzá tudjon válni, ami lett, hiszen akkor még csak egy ilyen tervtanulmány volt, de például neve már volt, tehát az, hogy Apollo, ami ugye a tüzes szekéren közlekedő görög napistenről van elnevezve, ugye ez már Abe Silverstein, a NASA főmérnöke már ezt a nevet már 1960-ban javasolta, és már akkor körvonalazódott valamennyire, hogy kéne fejleszteni egy olyan rakéta és űrhajó rendszert, amivel 3 űrhajóst lehet eljuttatni akár a Holdra, vagy Hold körüli repülésre, vagy Föld körüli űrállomásokhoz. Tehát mindenképpen egyfajta multifunkcionális űrhajó terve az már körvonalazódni kezdett ugye a Mercury utáni korszakra. Ugye a Mercury volt az Egyesült Államok űrprogramja, ami azt célozta, hogy embert juttassanak földkörüli pályára. Ugye ez valósult meg nem olyan sokkal,
Kennedy beszéde után, 1962. februárjában, de már Kennedy beszéde előtt 3 héttel megtörtént az, hogy ugye Alan Shepard eljutott a világűrbe, ha nem is egy földkörüli repülésre, hanem egy úgynevezett szuborbitális repülésre. Ezzel lényegében ő lett az első amerikai ember az űrben. Egy 15 perces repülést hajtott végre a Mercury Redstone rakétával. Ugye a Redstone rakéta az nem volt képes arra, hogy földkörüli pályára állítson egy emberes űrhajót, mint mondjuk a nagyjából 1 tonna tömegű Mercury kabint, de arra képes volt, hogy egy ilyen néhány száz mérföldes kiruccanást mondjuk Floridától a Bahamáig végrehajtson úgy, hogy a pályának a delelője az már masszívan fönt van a világűrben, tehát jelentősen a képzeletbeli 100 kilométeres Kármán vonal határvonal fölött. Na már most ilyen értelemben űrhajózás, űrrepülésnek értelmezhetjük ezt a Shepard repülést, ami tehát 1961. május 5-én történt. De hát már ezzel sem lett ugye Shepard az első ember az űrben, hiszen ahogy ezt már alaposan megbeszéltük idén Suminski Nándorral, ugye 1961. április 12-én, tehát 3 héttel az előtt, ugye Gagarin eljutott a világűrbe. Na most, és ráadásul egy földkörüli repülésre ment, ami egy sokkal komolyabb teljesítmény volt, mint ez a Shepard féle 15 perces kiruccanás. Tehát ez volt az a helyzet, amiben egyébként újfent kiderült, hogy az 1957-es Sputnik sok az tulajdonképpen megismétlődött annyiban, hogy a szovjetek ismét egy nagyon fontos mérföldkő tekintetében, az emberes űrrepülés tekintetében az amerikaiak előtt járnak. Ugye ekkoriban ez volt. Egyébként ugye Kennedy elnököt magát 1960 novemberében választották meg 35. elnöknek. Ugye az ellenfele ebben az elnökválasztási csatában a republikánus Nixon volt, aki aztán később persze szintén elnök is lett. Na most ugye például ilyen kampány technikai szempontból, meg politológiai körökben ugye legendás ez az 1960-as elnökválasztás, ugyanis ekkor volt először országos televízióban közvetített, nem is csak vita, hanem egészen komoly vita sorozat, tehát több alkalommal összeült egymással beszélgetni a televízió nyilvánossága előtt Nixon és Kennedy. Egyébként ezek fönt vannak a YouTube-on, és még akinek nincs is politika történeti érdeklődés, annak is baromi érdekes megnézni. Egyrészt azért, mert hát ez kb. Az őskövülete a minden későbbi elnöki, miniszterelnöki, stb. Vitáknak, amik bizonyos országban, még magukban, még mostanában is zajlanak. És ugye hát az a lényeg, hogy tök jó beszédek vannak mindkét oldalról, meg nagyon, nagyon profi és kulturált az egész, tehát mostani viszonylathoz képest, amit a nemzetközi politikában megszokhattunk, vagy akár a legutóbbi amerikai elnökválasztásban hallhattunk, hát ahhoz képest természetesen fényévekre jár itt a politikai kultúra, amit visszanézhetünk ezeken az 1960-ban lezajlott beszélgetéseken, tényleg marha érdekes, és azoknak a vitáknak az egyik visszatérő eleme volt, ugye a missile gap. Ugye ez volt akkor a politikai hívószó, a missile gap, vagyis rakéta lemaradás, tulajdonképpen így értendő itt a gap, ami ugye hézagot jelent, de itt azt kell érteni, hogy van egy nagy lemaradás, tulajdonképpen a Szovjetunió becsült rakéta támadási képesség és az Egyesült Államoké között. És most meg egyszer, ugye elsősorban nem az űrtevékenységről van szó, hanem egyszerűen arról van szó, amit az űrtevékenység korai megmozdulásai legalábbis hivatottak voltak demonstrálni mindkét oldalon, hogy ugye itt megvan az a kapacitás, hogy nem csak például műholdakat tudunk följuttatni, mint ugye a Sputnikot, hanem ugye ugyanez a rakéta arra is alkalmas bizony, hogy egy atomtöltetet átjuttasson az óceánon, ami ellen a másik fél nem tud védekezni. Ugye az űrversenynek ezért ez az aspektusa volt az, ami elsősorban kiváltotta a Sputnik hisztériát, vagy Sputnik sokkot, ami 1957-ben történt, amikor a világot lényegében meglepte a Szovjetunió azzal, hogy elsőként állított egy műholdat földkörüli pályára. Ráadásul az a műhold az lényegesen nagyobb volt tömegét tekintve, mint az Egyesült Államok, hát, hogy mondjam, médiában lényegesen megfuttatott műhold tervei, hiszen a Vanguard rakéták és a Vanguard műholdak azok ilyen 1,5 kg-os kis grapefruit nagyságú valamik lettek volna, és ehhez képest az, hogy a szovjet
Unió pályára állított egy majdnem 90 kg-os műholdat, utána egy hónapon belül meg pályára állított egy fél tonnás műholdat, aztán pedig a következő évben egy tonnánál is nehezebb műholdat. Ugye ez mindenképpen olyasmi volt, ami rettegést keltett tulajdonképpen az amerikai közvéleményben, és nem azért, mert hogy gondolták volna, hogy a Sputnik vagy a Lajka kutya, ugye bármi ellenséges dolgot művel odafönt, hanem hát azért, mert hogy ez a rakéta alkalmas arra, és tényleg az volt, hogy ez egy robbanó töltetet, egy termonukleáris robbanó fejet mondjuk eljuttasson New York városára. Ami persze hát eléggé pánikcentrikus dolog, és akkor emiatt aztán a politikai közbeszéd eljut oda, hogy ekkor, ugye az Eisenhower adminisztrációnak az idejét éljük, elkezdik támadni a republikánus Eisenhower adminisztrációt, hogy hát nem látta, hogy jön ez a missile gap, és nem tett elég határozott lépéseket, hogy ezt megszüntesse, ami egyébként így is volt. És erre majd a Kennedy beszédben is, amit majd elemezni fogunk, lesz egy utalás. Hiszen az Egyesült Államokban tényleg szétforgácsolódtak az ilyen irányú erőfeszítések, ami azt jelenti, hogy nem igaz, hogy nem volt rakétafejlesztő program, vagy akár műholdfejlesztő program az Egyesült Államokban. Volt, ráadásul az volt inkább a probléma, hogy ezeket nem egy ügynökség koordinálta, hanem mindjárt három. Ugye, hiszen a haditengerészetnek, a Navy-nek és a légierőnek, ami egyébként a hadseregből vált ki, tehát a második világháborúig ugye a hadseregnek, vagyis az Army-nak a része volt az Air Force, de aztán a második világháború után külön fegyvernemmé váltak, na nekik is volt egy saját fejlesztő csoportuk, olyan nemzetközi ászokkal, mint ugye maga Németországban zsákmányolt Werner von Braun és csapata, tehát ők ekkor még az Army-nak, majd később ugye, amikor külön váltak, akkor az Air Force-nak dolgoztak ők, és hát ugye voltak még további fejlesztő csoportok, így például létezett az NACA, a NASA-nak az elődje, ami egy légügyi tanácsadó bizottság volt, és akkor még nem szerepelt a nevében az űr. Szóval nagyon sok ilyen párhuzamos fejlesztés zajlott az Egyesült Államokban, és hát ez elsősorban annak tudható be, hogy maga Eisenhower, aki ugye egy nagy második világháborús hős volt, ugye ő, hát hogy mondjam, ő a hagyományos hadviselésben nagyon tájékozott volt, és nagyon hitt benne, és hát tudta, és jól tudta, hogy az Egyesült Államok tulajdonképpen legyőzhetetlen légi fölénnyel rendelkezik ezen a bolygón, vagyis ami a légierőt, a repülőgépeket illeti, ugye hát magát a repülőgépet Amerikában találták föl, tehát maga már ott kezdődik a történet, hogy a Wright fivérek 1903-ban, ugye a Kitty Hawk végrehajtott repülésük, ugye hát az is az Amerikában történt, tehát a repülés az azóta tulajdonképpen egy amerikai élvonalbeli terület, és hát az amerikaiak vezető szerepe nem nagyon volt soha megkérdőjelezhető ebben addig, és hát ebben tényleg kitűnően muzsikáltak, és hát Eisenhower meg nem vette elég komolyan, vagy a tanácsadói nem vették elég komolyan azt a fenyegetést, amit egy ilyen interkontinentális balisztikus rakétarendszer tudna jelenteni. Ennek megfelelően valóban le voltak maradva a Szovjetunióval szemben. És emiatt ugye ez a missile gap, ez nagyon, nagyon problémás volt, és ugye hát Eisenhower maga az már nem indulhatott újra az elnökválasztáson, ugye mert van ez a két ciklusos szabály, így aztán Nixon, az alelnök lett a republikánus elnökjelölt, és hát a Kennedy nem győzi a több vita alkalmából is ebben az 1960-as sorozatban az orra alá dörgölni, hogy hát itt ez a missile gap. Tehát nagyon tudatosan meglovagolta tulajdonképpen a demokrata választási kampány ekkor ezt a dolgot. És ez persze annak idején ezt úgy értékelték, hogy ennek nagyon-nagyon messzire menő következményei vannak. Talán egy kicsit túl is tolták, hiszen itt a politikai érdek, itt nyilván az diktálta, hogy tulajdonképpen ez a fél, aki most ez esetben a demokrata párt, ezért nyilván meg kell lovagolni, hogy itt akkor itt milyen nagy hiányosság tátong tulajdonképpen, és ami milyen nagy mulasztás történt. És ez olyannyira, hogy természetesen ez a vita el is keveredik gyorsan olyan területekre, hogy az egész felső oktatást és középiskolai oktatást és mindenféle oktatást meg kell reformálni. Ugye pontosan ekkor és emiatt jönnek be ezek a furcsa oktatási reformok, amelynek keretében gyökeresen új matematika, fizika és kémia tanterveket dolgoznak ki az Egyesült Államokban.
esetenként jó dolgokat, más esetekben tök nagy baromságokat vezetnek be a tantervbe, csak azért, hogy hát ezt a vélt vagy valós lemaradást ugye itten ledolgozzák, és persze itt terítékre kerülnek ezekben a vitákban is számtalanszor olyan adatok, hogy a Szovjetunióban évente hány mérnököt képeznek, ezzel szemben az Egyesült Államokban lényegesen kevesebbet, mert hogy itt a gyerekek ugye elmennek bankszektorba, például meg egyéb vállalkozásokat igazgatni, és magán ezen a Research and Development területen, meg az ilyen hát, természettudományos, ma úgy mondanánk, hogy STEM, Science, Technology, Engineering and Math területeken, ezen kevéssé maradnak meg az emberek, és hát itt emiatt ugye hosszú távon is azt prognosztizálják, hogy hát lényegében nemzethalál vár az Egyesült Államokra minimum, hogyha nem tesznek most valamit. Tehát mondom, ezt tökéletesen kihasználták, és sikeresen megtették a missile gap-et a kampány egyik központi témájának. És akkor ugye 1960 novemberét írjuk, hiszen ugye akkor volt, vagyis hát akkor volt az elnökválasztás, tehát ez a 60-ban zajlott le ez a vitasorozat, ami hát ma úgy mondanánk, ugye, hogy jelentős mértékben tematizálta a közbeszédet ez ügyben. Tehát folyamatosan életben tartották ilyen módon a kvázi rettegést, amihez még hozzájön, hogy tényleg az Egyesült Államokban tényleg fel nem csak Eisenhower maga, hanem generációk nőttek fel annak a biztos tudatában, hogy az Egyesült Államok, ami két óceán választ el két irányból, és kitűnő légierővel és haditengerészettel rendelkezik, az tulajdonképpen támadhatatlan. Ugye második világháborúban a Pearl Harbort leszámítva, igazából, vagy hát ott a Hawaii térséget leszámítva, az Egyesült Államok területén nem történtek hadi események, tehát biztonságon érezhetik magukat, soha nem láttak ellenséges dolgot mozogni az égen, és akkor egyszer csak arra lesznek figyelmesek, hogy hát látnak nem amerikai dolgot mozogni az égen, szovjet műholdakat. És hát azért ennek megvolt a maga hatása. Na, és akkor ennek a hatásnak is számottevő szerepe volt abban, hogy ez egyébként is ugye nagyon karizmatikus, meg sármos, meg ugye a politikai marketing mintájaként mind a mai napig előhozott Kennedy elnök és kampánystábja megnyerte ezt a választást, és hát ugye érdekes, hogy ugye Kennedy elnök ugye sajnos ismert tragikus okok miatt nagyon rövid időszak jutott, de hogy ez mégis mennyire meghatározó volt, mennyi minden történt, és mennyiben kihatott a jövőre, az elképesztő. Ugye 61 novemberében választották meg, de 63 novemberében, tehát 3 évvel később ugye őt már lelőtték, tehát ő ugye a merénylet áldozata lett. Na már most ugye 60-ban választották meg, de persze, ahogy ez lenni szokott, ugye 61. január 20-án iktatták be. És akkor hát éppen, hogy csak ott volt, oda került, és hát már rögtön ugye persze a hidegháború kellős közepén találta magát, ami azt jelenti, hogy például, hogy más nem mondjunk, ugye ott volt a kubai kérdés, ugye hát Kubában nem sokkal azelőtt került hatalomra például Fidel Castro, ha jól emlékszem 1960 során szintén, ami azt jelenti, hogy ugye az addigi ugye Amerika barát rezsim, az tulajdonképpen az elmenekült, menniük kellett, ugye nagyon sok emigráns érkezett például Floridába, és hát ugye Fidel Castro került Kuba élére, ami ugye egy karnyújtásnyira volt Amerikától. Ugye szintén Kennedy elnöksége alatt később ennek még óriási jelentősége lesz, hiszen az 1962-es kubai rakétaválság, az ugye megint csak egyrészt ugye a rakétákhoz is kötődik, ugye egyértelműen, másrészt ugye pont ehhez a hidegháborús helyzethez. Tehát az a 62-es kubai rakétaválság, ami majdnem egy atomháború küszöbére sodorta a világot, ugye az is Kennedy elnöksége alatt fog megtörténni, de most még itt nem tartunk, ugye a Castro az éppen, hogy csak hatalomra került, és hát akkor a Kennedyék elkezdenek tervezni, hát elnöki jóváhagyásával, de nem hivatalos Egyesült Államok katonai akcióként, hanem a CIA-nak egy akciójaként elkezdenek tervezni egy hadműveletet, hogy Floridából ilyen emigráns kubaiakat átvisznek Kubába, ott valahol Guantanamo környékén partra szállnak, és hát lényegében végrehajtanak egy puccsot. Ugye
Ez egy pucs kísérlet volt, amit a CIA hajtott volna végre, ugye Kennedy vezetésével. Tehát ennek is egy csúfos kudarc lett a vége. Tehát Kennedy elnökségének első hónapjait olyan dolgok fényjelzik, mint például ez a bizonyos úgynevezett disznóöböl fiaskó, amikor az volt, hogy hát a Castro-nak az emberei azok brutálisan és könnyedén visszaverték ezeket a CIA és hogy mondjam, csak inváziós egységeket. És hát ugye emellett természetesen ott volt az űrprogram is, mint ilyen nagy nemzetközi látvány elem, hogy hát szintén ugyanezekben a hónapokban megtörtént a Gagarin repülése 1961. április 12-én. A Shepard egyébként akár felrepülhetett volna a repülésére márciusban, március 20-valahanyadikán, például arra, vagy április legelején esetleg, tehát voltak ilyen tervek, de aztán maga von Braun, aki a Redstone rakétának a fejlesztő atya volt, az ragaszkodott ahhoz, hogy még egy tesztet végrehajtsanak a rakétával, ami egyébként tényleg a FAU-2 egyenesági leszármazottja volt, ez a Redstone. Na, és emiatt aztán volt még egy ember nélküli repülés, és azon már a teljes siker volt egyébként, tehát azon már mehetett volna a Shepard, de nem ment, ugye, és akkor innentől a többi történelem, tehát az Egyesült Államok elszenvedett egy újabb pofont, mert a Gagarin lett az első az űrben, és egyébként ugyanazokban a hetekben a Kennedy adminisztráció ezzel a disznóból miatt is egy ilyen súlyos arcvesztést elszenvedett ezzel, hogy nem sikerült itt a kubai kormányt megdönteni. Tehát nem állt valami fényesen itt a nemzetközi megítélése ennek az új elnöknek, fiatal új elnöknek, ráadásul az első katolikus elnök az Egyesült Államok történetében, egy első ír felmenőkkel rendelkező elnök, meg minden, szóval talán az egyik legfiatalabb egyébként, aki ott az elmúlt korszakban, 20. században biztos, addig a pontig ő volt a legfiatalabb. Aztán lehet, hogy még réges-régen voltak nála fiatalabb emberek, akik elnökök lettek, de mindenképpen, szóval hát egy különleges fickó volt, és különleges helyzetben találta magát, és akkor hát itt valami nagyot kellett gurítani. Egyébként ő nem volt kezdettől fogva a NASA-nak és a Mercury programnak a nagy pártolója. Ez egyrészt érthető volt azért is, mert ugye az Eisenhower, az előző republikánus elnök hívta életre mind a NASA-t, ezt a National Aeronautics and Space Administration-t, vagyis hogy Nemzeti Repülésügyi és űrhivatalt, ugye, a korábbiban emlegetett NACA-nek a jogutódját, ami már az űr tevékenységért is felelős volt, és hát addig egy icipici szervezet volt, most meg hát döbbenetes mértékben hónapról hónapra toboroztak több ezer embert, tényleg, mert ugye hát az űrprogram miatt itt egyértelműen nagy igény volt arra, hogy százszorosára nőjön az a pici kis fiók ügynökség, ami ez az NACA azelőtt volt. Na szóval, hogy hát nem volt annyira lelkes, mert ez mind-mind az Eisenhower hozta létre. Az Eisenhower alatt alakult meg a Mercury űrhajós csoport, akikért, az a hét férfi, akiért ugye persze rajongott az ország, meg a Life magazin címlapján szerepeltek. De ezek mind úgy tűnt, hogy hát ez nem az ő érdeme ilyen értelemben. Tehát ő megörökölt ezt a Mercury programot, és ráadásul egy olyan Mercury programot örökölt meg, ami nagy késések volt terhelt már ekkor, és hát igazából voltak más lehetőségek is. Tehát ne felejtsük el, hogy ugyanekkor még azért nem a Mercury tűnik az egyetlen útnak a világűrbe, hiszen például a légierő gőzerővel fejleszti az X-15 programot. Az X-15 az egy rakétarepülőgép, ami képes elérni a világűrt, de úgy, hogy egy hordozó repülőgépről röptében indul el, és repülőként indul el, csak egy nagy bombázónak a szárnyáról engedik le, és aztán repülőgépként, sikló repülésként, hasonlóan a későbbi Space Shuttle-höz, tér vissza a kifutópályára, és közben eléri a világűrt. Nem is sokkal rövidebb ideig, mint például a Mercury Redstone rendszer. És egyébként a légierő persze nem állt volna meg itt, hanem a légierő tervezte a nagy Titan 3 rakétát, ami már képes lett volna arra, hogy pályára állítson egy lényegében egy kicsi űrrepülőgépet, ami földkörüli pályára állt volna,
ez lett volna az X-24, vagy Dinosaur, ami nem a dinoszaurusz, hanem a Dynamic Soaring, dinamikus vitorlázásnak, vagy siklásnak a rövidítéseként állt elő ez a kifejezés. Szóval voltak tervek az asztalon, és hát ráadásul ugye a Kennedy elnöknek az ő tudományos tanácsadója, akinek a neve az volt, hogy Jerome Wiesner, dr. Jerome Wiesner, a tudományos és technikai tanácsadó, ő egyáltalán nem volt elájulva az űrprogramtól, különösen nem a NASA-tól, és akkor még enyhén fogalmaztam, tehát ő igazából úgy gondolta, hogy fölösleges egyáltalán beszállni ebbe a versenybe, ami a tudományos és technikai demonstrációs részét illeti, hiszen az Egyesült Államok annyi technológiai területen, például miniaturizálás, mikroelektronika, stb. Annyi mindenben magasan a Szovjetunió előtt jár, hogy igazából azokra a területekre kellene koncentrálni. Ugye? Tehát ezt mondta Jerome Wiesner, aki persze nem hadügyi tanácsadó volt, hanem tudományos tanácsadó meg egyszer, de hát ezért mégis hát a NASA az első közelítésben, ugye a NASA az egy polgári ügynökség volt, tehát nyilván a rakétafejlesztést azt nem ejtette volna semmiképp sem a Kennedy, hiszen a Missile Gap-ről nagyon sokat szónokolt, és hát emiatt valamit tenni kellett. De hogy konkrétan az emberekkel végrehajtott polgári vagy békés űrprogramnak egyáltalán mekkora szerepet szálljanak az adminisztrációban, hát ez az első hónapokban egyáltalán nem volt egyértelmű. Konkrétan a Mercury programban attól féltek az űrhajósok, meg a, hát nem csak az űrhajósok, hanem ugye a programnak a vezetői, például Bob Geerut, ugye, aki akkor az egyik vezető volt a NASA-nál, vagy Hugh Dryden, a NASA-nak az adminisztrátor, NASA igazgató volt. Na, szóval, hogy hát nagyon is féltek attól, amikor a Jerome Wiesnernek az ellenséges attitűdjéről értesültek, illetve ezt tapasztalták ilyen megbeszélésük során, hát hogy itt ejteni fogják a programot, és akkor mindenki szégyen szemre hazakullóghat, és felszámolják a Mercury programot, akiket beharangoztak a nemzet hőseinek, magukat, az űrhajósokat, és akik ugye korábban nem csináltak semmit még, tehát még nem hajtottak végre semmiféle repülést, de hát azért mégiscsak ott a Life magazin címlapján szerepeltek, és hát mindenki hősöket ünnepelte őket. Hát borzasztó nagy lebőgés lett volna, hogyha ezt mondták, hogy bocs, srácok, ennyi volt, lefújjuk a nagy számot, sziasztok. De ez simán elgondolható volt akkor. És aztán valahogy talán akkor tájt, amikor a Hem nevű csimpánzt megreptették 61 márciusában, valahogy talán akkor úgy tűnt, hogy akkor a Kennedy adminisztráció végül azt mondja, hogy jó, hát most már, ha már eddig eljutott ez a program, akkor nézzük meg, hogy mit tudnak csinálni, mi lesz ennek a politikai hozadéka, és hogy hát, ha sikerül, most itt már hülyeség lett volna leállítani, tehát ez az, amit Werner Norbi barátunk úgy szokott megfogalmazni, hogy ekkor már a Mercury program az too big to fail volt, vagyis túl nagy volt ahhoz, hogy el lehessen kaszálni, ilyen szempontból túl előre haladottak voltak a fejlesztések. Na de hát ugye a von Braun miatt, meg a kollégáim miatt, akik ugye kértek még egy rakétatesztet, igazából ugye nem sikerült a szovjeteket megelőzni ezen a fronton, Gagarin lett az első ember az űrben, és akkor őt 3 héttel követte a Shepard, tökéletes volt a repülés egyébként, és közben lezajlott a disznóból, mint kudarc is, ez a kubai kis diplomáciai hadügyi kis kríziske, minikrízis talán, és hát akkor így érkezünk el 1961 májusának végéhez, amikor ugye 3 héttel járunk Shepard repülése után. Most Kennedynek látnia kellett, hogy micsoda elementáris erővel reagált a nemzet, meg egyébként a nemzetközi közvélemény a Shepard repülésére, ami talán számára is meglepő volt. Tehát azt kellett látnia, hogy a tömeg kivonul, még New Yorkban is lyukszalag parádéval fogadták az első űrhajóst, és bárhova ment tulajdonképpen, tehát filmsztárokat megszégyenítő celebritássá avanzsált azonnal ez az ember, aki végrehajtott egy 15 perces repülést, és egyébként az a tény, hogy a repülést élőben közvetítette a tévé, ami természetesen olyasmi volt, ami a Szovjetunióban elképzelhetetlen lett volna, tehát, hogy az egészet a világ szeme láttára végezték, ez,
ez a nemzetközi közvéleményből is egy nagy tiszteletet és elismerést váltott ki. Tehát ez egy nagy jó pluszpont volt az amerikaiaknak, hogy hát jó, oké, lehet, hogy néhány héttel vagy hónappal, vagy akár fél évvel le vannak maradva a szovjetekhez képest, ugye ezek akkor nagyon nagy időkülönbségnek tűhettek az akkori felgyorsult világban, de a világ szeme láttára végzik ezeket a teszteket. És hát nyilván egyébként ennek az is a hozadéka, hogyha valami nem sikerül, akkor az egész világ élőben nézi, hogy felrobban a rakéta. De természetesen a rakéták a Szovjetunióban is felrobbantak egyébként, csak azokat nem jelentették be. Na, szóval hát így érkezett el ez a pillanat, és akkor a Shepard repülés után, amikor ugye tudható volt, hogy ugye az elnöknek kell tennie, ugye ez most is volt, tehát a Biden is nemrég csinált ilyet, ugye, hogy amikor letelik az első, nem tudom, néhány, az első 100 napja, vagy valami ilyesmi, vagy annál több azért az elnökségének, akkor valahogy ugye kell tartani egy beszédet. Ez nem a State of the Union nevű híres beszédsorozat volt, hogy ezt manapság így hívják, nem tudom, akkor így hívták-e. De ez is egy ilyen nagy beszéd volt a kongresszusnak és a szenátusnak az összevont háza előtt, 1961. május 25-én, és hát ezt persze megelőzte a Kennedynek a konzultációja egyrészt ugye ezzel a Wiesnerrel, másrészt pedig a James Webb-bel, aki addigra már szépen ki lesz nevezve a NASA igazgatójával, és még néhány más emberrel, például ugye az emlegetett Drydennel, vagyis egyébként még ott volt ezeken a meetingeken jellemzően, például természetesen a Védelmi Minisztérium részéről egy-két képviselő, illetve hát természetesen a költségvetésért felelős emberek. Szóval ezek valamikor, hát április, a Shepard repülés és a beszéd között, itt azért több forrás eltér a dátumokat illetően, tehát egy 3 hetes időintervallumról beszélünk, de összegyűltek a Fehér Házban ezek az emberek, és megkérdezték, hogy mi az, amivel hosszú távon a Szovjetuniót lehet uralni ezen az új verseny pályán tulajdonképpen, ami az űr tevékenység. És hát ugye az egyértelmű volt, hogy hát itt a rakéta fejlesztés miatt tényleg hónapokban, vagy akár egy évben mérhető lemaradás van minimum, tehát az Egyesült Államokban már készültek az erősebb rakéták, tehát az Atlasszal azzal már embereket lehetett földkörüli pályára állítani, de ami a szovjeteknek a Vosztok űrhajójával összemérhető, vagy az azt vívő rakétával összemérhető lett volna, az még csak készülgetett, de már a tervek megvoltak, az volt a Titán 2 rakétája a légierőnek, amit egyébként a szovjet rendszerhez hasonlóan eredetileg szintén ugye atomtöltetek hordozására fejlesztettek ki, mert kitűnően átvehetőnek bizonyult az emberes űrprogramba is. Tehát látszott, hogy itt most még jó ideig, itt legalábbis a középtávon a szovjeteknek nem behozható az előnye, viszont egy hosszú távú projekt definiálásával ez a pici időkülönbség, amiben ők előrébb vannak, ez ledolgozhatóvá válik, és akkor egy ilyen hosszú távú projektet kéne megkérdetni, és akkor ezen agyaltak, hogy ez mi legyen. És eredetileg nem csak olyasmik merültek föl, hogy ennek az űrkutatáshoz legyen köze, mert például a Wiesner például ilyeneket javasolt, hogy például abban kéne élen járni, hogy olyan technológiákat mutatunk be a világnak, amivel lehet enyhíteni például a vízhiányt. Például fejleszteni a tengerek sótlanítására való üzemeket. Például. És ilyen dolgokkal van mindenképpen nagy benyomást lehetne tenni a világ népeire azzal, hogy az Egyesült Államok milyen hasznosan alkalmazható technikákat fejleszt. De egyébként az űrön belül is, tehát az űrtevékenységen belül is felmerült sok minden. Természetesen felmerült a nagy lakható űrállomás, mint cél. Aztán végül is ezt pont azzal söpörték le az asztalról, hogy az nem elég nagy cél ahhoz, hogy biztosan megnyeri az Egyesült Államok, mert akkor úgy gondolták, hogy lehet, hogy a Szovjetunió néhány éven belül ki tud fejleszteni valami kisebb, nagyobb, közepes méretű űrállomáskát. És akkor hát a lehetőségek között, de egyáltalán nem egyedüliként, szerepelt a Hold körberepülése, illetve a Holdra szállás. És akkor hát lehet, hogy maga Kennedy volt az, aki meglátta a lehetőséget abban, hogy az, hogy ember a Holdon, az egy sokkal inkább
definiáló pillanat, az sokkal jobban értelmezhető egy ember számára, mint akár egy űrállomás gondolata. Tehát felnézel a Holdra, tudod, hogy az Hold van, az egy világ, ott emberek sétálgatnak, ugye a Hold, mint az elérhetetlenség szimbóluma, ugye évszázadokon, évezredeken keresztül. Az egy nagyon erős üzenet minden szempontból, és jól demonstrálja a technológiai fejlettséget. Vagy hát technológiai felsőbbrendűséget tulajdonképpen. Hát nagyjából erre ment rá akkoriban. És akkor végül Kennedynek a legszűkebb köre választotta ki ezt, de még egyszer az az érdekes, hogy 1960 óta a NASA-ban léteztek erre előzetes tanulmányok, sőt, még az Apollo név is létezett, tehát már láttam én olyan 1960-ban megjelent brosúrát, amiben szerepel az emberes holdra szállás egy Apollo űrhajóval, mint felsorolt cél, csak hát nem 1970 előtt, hanem mondjuk 1975-re, vagy valahogy így betárazva, és egyébként még sok más is szerepel benne, amik aztán persze egyáltalán nem valósultak meg. Na igen, szóval hát ez volt, így alakult a helyzet, és akkor így állt ki Kennedy itt a Kongresszus és a Szenátus Egyesített ülése elé, és akkor elmondta ezt a nevezetes beszédet. Na most ugye itt több érdekességre hívnám fel a figyelmet. Tehát először is ugye, hogyha meghallgatjuk pontosan, hogy itt miről van szó, ugye azt mondja, hogy itt még már ebben az évben 531 millió dollár plusz beadását igényli a NASA költségvetésébe. Azt mondja, javasoljuk a megfelelő holdi űrhajó kifejlesztésének a felgyorsítását, javasoljuk újabb folyadék és szilárd hajtóanyagú rakétahajtóművek kifejlesztését, amelyek nagyobbak minden eddig kifejlesztetteknél, és a munka folytatását egészen addig, amíg a legmegfelelőbb el nem készül. És hát most ez egyébként, ja meg persze egyébként ugyanitt, újabb összegeket javaslunk más hajtóművek kifejlesztésére és ember nélküli kutatásokra, ezzel olyan kutatásokra céloz, ugye, amelyek különösen fontosak a holdra szállás eléréséhez. És ezeknek a fontosságát azért, tehát hogy például feltérképezzék a holdat, vagy megnézzék, hogy túlélhető a sugárzási környezet, mert hogy olyan cél elérése érdekében, amelyet ez a nemzet sohasem fog túlbecsülni annak az embernek a túlélése érdekében, aki először teszi meg ezt a kockázatos repülést. És ilyeneket mond, és egyébként utána, amikor először elmondja ezt a tulajdonképpen közvetlenül az Apollo programhoz köthető valamit, utána érdekes, hogy ezt úgy folytatja, hogy mi minden másra kell még ugye pénzt adni, és akkor ez marha vicces, mert hogy itt olyasmik is vannak, amikről én például sose hallottam így ebben a formában. Tehát az első pont volt, ugye 4 pontot sorol fel, hogy hol kell az űrtevékenységben felgyorsulni az Egyesült Államoknak. Ezek egyike, és ugye messze a legnagyobb falat nyilván ez a Hold program. De aztán így folytatja, másodikként további 23 dollárral növelni a költségvetést, ami nagyságrendi növekedés az addig rendelkezésre álló 7 millióhoz képest, tehát hogy összesen 30 millió dollárra emelni annak a programnak a költségvetését, amit úgy hívnak, hogy Rover, ami egy nukleáris rakéta. Nukleáris rakéta fokozat. Tehát, hogy ez egy 1970-es évek közepéig le nem állított fejlesztési terv volt, hogy egy atomhajtású rakétafokozatot fejlesztenek. Ez a Rover Project egyébként, ez a Los Alamos-i, tehát a laboratóriumnak volt a projektje, vagyis ott hajtották végre, ugye ez ugyanaz a hely, ahol az atombombákat fejlesztették ki, és egyébként ez a légierőnek a projektje volt, és ugye itt tulajdonképpen arról volt szó, hogy egy ilyen balisztikus rakétának egy ilyen nukleáris hajtású felső fokozata alakuljon ki. Na most egyébként, hogyha valaki nézi például, vagy nézte a For All Mankind című egészen kitűnő HBO sorozatot, ami az egy alternatív történelem, amely úgy alakul, hogy a szovjetek jutnak először a Holdra, és akkor utána ennek megfelelően ugye az Egyesült Államokban sem áll le az űrverseny, és nem nyugszanak le a kedélyek, hanem újabb és újabb célokat tűznek ki, holdbázis, stb. Ott például rendesen végigviszik, hogy ezt a Rover, illetve az ezer rokon Nerva nevű nukleáris hajtású rakétahajtóművet, ezt
ezt látjuk visszatérni, és látjuk például a Sea Dragon nevű óriási rakétát felszállni, ami szintén be volt tervezve, ami olyan nagy méretű volt, meg felmerült az, hogy sugárzást bocsát ki, esetleg felrobban, hogy azt a tengerből akarták indítani, tehát nem is egy tengerparti indítóhelyről, hanem konkrétan az óceán kellős közepéről. Szóval voltak ilyen tervek, és itt konkrétan ezt a rover tervet, ami ennek kb. Az előtanulmánya, ez konkrétan második számú prioritásként említi itt Kennedy, aztán ebből aztán nem lett ilyen értelemben semmi, tehát valamit felezgetek, de aztán egyébként éppen a nukleáris leszerelési egyezmények, amelyek megtiltották a felső légkörben, vagyis lényegében a világűrben végzett nukleáris kísérleteket, ezeknek ez így áldozatul esett ez a projekt, úgyhogy ezt elkasszálták, ezek a fejlesztések éppen akkor a 70-es években, amikor ezek a nemzetközi egyezmények létrejöttek a Szovjetunió és az Egyesült Államok között, akkor ezeket így elkasszálták. És egyébként persze itt van harmadik célnak, hogy újabb 50 millió dollárt szeretne a kommunikációs műholdakra. Na most a kommunikációs műholdak azok egyértelműen amerikai terület voltak, tehát az Egyesült Államok ezt már a 60-as évek eleje óta tulajdonképpen itt vitte a fáklyát világon. Ez egy olyan terület volt, amiben nem volt kérdés. Tehát, hogy itt mindig is, kezdettől fogva, onnantól kezdve, hogy 1958-ban feljutott az első olyan eszköz, ami például egy rakétafokozatba szerelt magnóról Eisenhower elnöknek a karácsonyi üzenetét sugározta a földlakóknak, ugye azt meg nem annyira nevezném kommunikációs műholdnak, de az első kommunikációs műholdat mindenképpen ők alkották meg, az első, gondoljunk a SYNCOM műholdakra, amik az első geostacionárius kommunikációs műholdak voltak. Tehát ez egy amerikai, egyike volt azon nem annyira látványos, de nagyon fontos területeknek, amikből a kezdettől fogva amerikai vezetés volt. És egyébként ugyanide sorolható, hogy a negyedik pont, amit kiemel Kennedy, az pedig a meteorológiai műholdak fejlesztése. Ugye ez is olyan, ami mindenképpen, ugye, mint hogy ez nagy mikro elektronikai fejlesztéseket igényel, meg nagy szaktudást ilyen területeken, miniaturizálási területeken, ezért ugye ez is egy amerikai élvonalbeli terület volt, és ugye erre is további támogatásokat kért. Na most, ugye az a vicces, hogy most így azt mondjuk, hogy hát ugye ez volt a nagy pillanat, amikor eldőlt a dolog. De azért igazából ez útközben korán sem volt ennyire egyértelmű. Például, hogyha megnézzük most, amit hát szerencsére hozzájutottam, egy 1962. novemberi beszélgetést, ami szintén egy ilyen elnöki meeting volt, nem sokkal azután zajlott le egyébként, hogy az emlegetett kubai rakétakrízis lezajlott. Ugye a kubai rakétakrízis az volt 1962-ben, hogy a szovjetek elkezdtek ilyen balisztikus rakétákat telepíteni Kubára, hogy ez az Egyesült Államok közvetlen környezetében van. Most persze ehhez hozzá kell tenni, hogy persze az Egyesült Államoknak is voltak katonai rakétái a Szovjetunió közvetlen közelében, már csak azért is, mert ugye Alaszka az majdnem hozzáér a Kamcsatkához, de nem csak ott, hanem a Szovjetunió érzékenyebb területeinek a közelségében is. Gondoljunk itt a Kaukázusra, hiszen ugye Törökország már benne volt a NATO-ban ekkor, és ennek megfelelően többek között lehet, hogy pont Redstone rakétákat is, amelyek azok, amit a Shepardot is szállították, de ezek ugye nem űrhajósokat, hanem robbanó fejeket szállítottak volna, ilyeneket telepítettek Nyugat-Európába és Törökországba is, ugye közvetlenül a kaukázusi határhoz, vagyis az örmény SSK és Törökország határához, ami azt jelenti, hogy hát igazából végülis érthető az a szovjet megmozdulás, hogy akkor ők is telepítenek a baráti Kubában néhány rakétát, de természetesen az Egyesült Államok, amikor ezt észlelte, egy U-2-es kémrepülőgéppel készített felvételről, hogy itt ez történik, vagy felvételek sorozatáról, amit egyébként a későbbi űrhajós Roger Chaffee vezetett, egyébként fun fact, azt az U-2 kémrepülőgépet. Szóval, hát azokon látszott, hogy itt mi történik, és ennek megfelelően létrejött egy blokád, vagyis az Egyesült Államok haditengerészete tulajdonképpen blokádot vont Kuba köré, és elkezdték ultimátumot adni a hruscsovi Szovjetunióknak, hogy hát addig lesz blokád alatt Kuba, amíg nem vonják ki a rakétáikat.
Aztán persze kérdés volt, hogy most ez meddig eszkalálódik ez a konfliktus, mert ebbe simán benne volt a harmadik, azaz nukleáris világháborúnak a kitörése, de aztán szerencsére megfelelő emberek voltak mindkét oldalon a pozícióban, tehát pont egy Hruscsov és pont egy Kennedy kellett ahhoz, hogy ez itt a szakadék széléről visszatáncoljanak, és meg is egyeztek, és egyébként onnantól kezdve létezik a forró drót, ugye, mint jelenség, hogy a Fehérházba felszerelték a forró drótot, ami közvetlenül összeköti a Kreml, a Szövjetuniós Kommunista Pártja központi bizottságának, a főtitkárának az irodáját, az Amerikai Egyesült Államok irodájával, ami egyébként a forró drót egyébként nem is egy telefonvonal volt egyébként, hanem egy távíró vonal, de most ez igazából mindegy. Szóval ezen épp hogy csak túl voltak akkor, amikor 62. november 21-én már itt fellélegezve ezután a majdnem katasztrofális, a világunkra nézve majdnem katasztrofális kis epizód után, ugye Kennedy összehívja a NASA vezetőségét, meg ezt a Wiesnert, meg a többieket egy beszélgetésbe a Fehérházba. Ami pont azzal kapcsolatos, és ennek megvan a leírata és elérhető a kongresszusi könyvtárnak a honlapjáról, hogy itt arról beszélgetnek, hogy hát most ugye megint késések vannak, újabb pénzekért kilincsel tulajdonképpen a James Webb, a NASA-nak az igazgatója, hogy azt mondja, hogy hát a projektek felgyorsításához, mert hogy ugye fejlesztési tervek nehezek, előre látott, nem látott nehézségek, bla 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 vannak, ezért aztán éppen itt akkor egy újabb 400 millió dolláros növelést kér egyébként. És azt mondja, hogy most a jelenlegi projekció szerint, mondják 62-ben, a Holdra szállás az 67 végén, esetleg 1968 elején történhet meg. Na most ez egyébként azért nagyon érdekes és fontos, mert ugye azért a Kennedy is politikus volt. Most ugye ez nem szerepel egyébként így ez az érvelés, csak szerintem nyilvánvaló, hogy a Kennedy elnök az első ciklusában jár ilyenkor, ami persze az utolsónak is bizonyul, de hát akkor még nem tudja, hogy egy év múlva le fogják szegényt lőni. Szóval ilyenkor ugye 1962 van, másfél éve van hivatalban a Kennedy, és ez azt jelenti, hogyha minden igaz, akkor 68 végén, amikor az elnökválasztás történik, akkor addigra már mindenképpen meg kéne történni a Holdra szállásnak. Tehát most azt mondja James Webb, hogy 67 végén vagy 68 elején megtörténik a Holdra szállás, de akkor és csak akkor, hogyha ezt a 400 millió dolláros kis injekciót, ami még a betervezett, a nagy beszéd után egyhangulag jóváhagyott nagy NASA költségvetés után még egy ilyen plusz adag lenne, hogy ezzel is meg lehetne gyorsítani, mert hogyha nem, akkor igazából csak 68 végén, ne adj Isten, 69-ben lenne lehetséges a leszállás. Ugye nyilvánvaló, hogy Kennedy azt szerette volna, hogy még a hivatalban megélhesse az ő politikai diadalát, ami a Holdra szállás lett volna. És itt most azzal szembesítik ebben a beszélgetésben, hogy hát itt igazából ez nem biztos, hogy be fog következni. És egyébként akkor itt elkezdődik a diskurzus arról, hogy miféle szerződéseket ad a NASA. Most ez is nagyon érdekes, hogy a Kennedy úgy tűnik, hogy itt annyira nincs képben, azt kérdezi, hogy ezek fik, amiket ők kötnek az alvállalkozókkal, akik mondjuk a holdkompot, vagy az űrhajót, vagy a rakétafokozatokat, meg mindenféle technikai rendszert fejlesztik. Itt kérdezi Kennedy, hogy hát akkor ezek vajon ilyen fix áruszerződések? És akkor mondja a James Webb, hogy nem, ez nem így működik, ugye nem ez volt akkor az üzleti modell, hanem egyszerűen az történik, hogy amikor a beszállító cég, mondjuk azt mondja, hogy ő ennyire bead egy pályázatot, hogy ő szeretné megépíteni ezt az űrhajót, akkor abban van egy nagyon részletes tervtanulmány, meg vannak benne persze természetesen költségvetési prognózisok, hogy ez mennyibe fog kerülni a gyártó szerint, és azt egyébként a NASA még függetlenül átvizsgálja, hogy szerintük mennyibe fog ez kerülni, és akkor ennek megfelelően kötik meg a szerződést, de az lényegében egy üres csekk. Tehát annak ellenére, hogy vannak ilyen becslések, arról mindenki tudja, hogy itt ezek ilyen fejlesztési projektek, vagy egy csomó minden nem becsülhető, és emiatt aztán
nem fix áruszerződéseket kötnek. Na most egyébként pont ez az, ami mostanában változott meg. Tehát most egyébként pont az, amikor a NASA a SpaceX-el szerződik, például most, ugye, hogy a, bár mondjuk ezt a másik csapat, a Blue Origin-es nemzeti konzorcium, ez most pont egy bíróságon támadja ezt a döntést, de ez nem változtat a lényegen, hogy bárki is nyeri meg végül ezt az új, mostani Holdcom fejlesztési szerződést, az egy fix áru szerződés lesz. Ez nagyon különbözik az Apollo korabeli, meg az egészen a nem is annyira távoli múltig megszokott módszertől, hogy nincs benne egy költségvetési limit a szerződésekben. Na, a Kennedy ezt sérelmezi, aztán meg is kérdezi, hogy és akkor ebből szereznek-e a gyártók profitot, vagy hogy vannak, mire azt mondja James Webb, hogy ők úgy csinálják, hogy amikor a gyártó hibájából történik a csúszás, akkor természetesen úgy adnak nekik plusz pénzt, hogy ne termelhessenek profitot, de hogyha a NASA-nak jut eszébe valami, hogy figyeljetek, mégis kéne egy kilincs erre az ajtóra, vagy mit tudom én, valamilyen izé, akkor persze igen, mert hogy az nem lenne fair, na, és akkor ezekről diskurálnak, hogy minden. És akkor persze itt a Wiesner itt mondja, hogy hát de mennyi területen előrébb járunk, tehát még 62-ben is ez ment, hogy miért nem inkább az időjárás előrejelző műholdakra, kommunikációs műholdakra, csillagászat és a többi egyéb dolgokra költjük ezt a rengeteg pénzt, és hogy itt igazából nem ért annyira egyet, hogy ez van. De minden esetre végül abban maradnak, hogy hát 1967 októberét betippelik, hogyha megkapják ezt a plusz pénzt, akkor azzal összejöhet a holdra szállás. És akkor végül is egyébként, ezt már a történelem mondja, hogy megkapták az emelést, tehát a James Webb az jól érvelt, úgy tűnik, a NASA igazgatója, és meg lett az emelés. Ennek ellenére persze jól tudjuk, hogy a fejlesztés az még annál is lassabban zajlott, mint ahogy ezt akkor előre vetítették, és emiatt persze nem jött létre 67-ben vagy 68-ban a holdra szállás, de azt is tudjuk jól, hogy Kennedyt ugye 1963. novemberében meggyilkolták. És akkor ugye Johnson vette át az elnökséget. Johnson egyébként, az alelnök, egy nagy lelkes rajongója volt a NASA-nak, és egyébként pontosan az ő ciklusa alatt érte el a NASA a legnagyobb költségvetést, hiszen ugye gondoljunk bele, 63-ban halt meg Kennedy, és ugye 68-ig, ugye másfél cikluson keresztül volt elnök Johnson, és ez alatt volt a NASA-nak a legmagasabb a költségvetése, de hát közben aztán jött a vietnámi háború, meg a közönség érdeklődésének a csökkenése, úgyhogy aztán persze a Nixon adminisztrációban meg már a lecsengést tapasztalhatjuk, de a Johnson idején hát rengeteg pénzt öntöttek bele az Apollo programba, hogy elérjék ezt a határidőt, és pontosan ez a vicc, hogy ezt az évtized vége előtt határidőt, ami nem a 67, mert az csak a belső diskurzusokban szerepelt, hanem az, ami a 60 évvel ezelőtti beszédben volt, hogy még az évtized vége előtt juttassanak embert a holdra, ugye ezt a határidőt, ez attól vált egy igazán szent határidővé, hogy hát a Kennedy meghalt. Tehát tulajdonképpen a halálával ez megpecsételődött, és akkor egyszerűen volt egy ilyen a közvélekedésben, meg az űrprogramon belül is, persze volt egy ilyen hozzáállás, hogy hát ennyivel tartozunk neki, úgymond. Na most ennek ellenére érdekes, hogy nem sokkal azelőtt, hogy Kennedyt meggyilkolták, azelőtt 1963-ban tett egy érdekes javaslatot. Tehát akkor érdekes, hogy akkor még a Szovjetunióban is Hruscsov hatalmon van, ugye Hruscsovot aztán 1964-ben mozdítják el, de ők ugye ilyen értelemben politikailag kortársak voltak. Szóval, hogy 1963-ban, nem sokkal azelőtt egyébként, hogy őt meggyilkolták, az ENSZ előtt készült fölvetni azt a lehetőséget, hogy a szovjetekkel közösen hajtsák végre a Hold programot, azzal az érveléssel, hogy hát így ugye sok duplikáció történik. Tehát, hogy az lett volna, hogy azt mondták, hogy bizony mi minek fejlesszük ki ugyanazt a dolgot egymástól függetlenül ketten, amikor együtt is csinálhatnánk.
Ugye nyilván az óriási költségtúllépések voltak azok, amik ugye elkezdték Kennedyben mozgatni ezt a gondolatot teljesen értelemszerűen, és nagyon érdekes, hogy ezt fölvetette. Most az korábban sem, korán sem biztos, hogy ez csak politikai taktikázás volt, vagy komolyan gondolta-e. Nagyon sok történész mondja, hogy egyáltalán nem gondolta komolyan egyébként Kennedy, hanem csak azt akarta elérni, hogy ő ezt bedobja, és akkor a Hruscsov természetesen azt fogja mondani, hogy nem, és akkor ezzel egyszerűen annyi történik, hogy a szovjetek fognak a rossz arc színében feltűnni, és az amerikaiak voltak azok, akik kinyújtották a kezüket, tehát hogy valakik szerint ez csak ilyen diplomáciai manőverezés volt, és maga a Kennedy egy pillanatig se gondolta volna komolyan, hogy a szovjetekkel együtt kéne felfedezni a holdat, hiszen ugye 1963-at írunk ekkor még, és ilyenkor még legalábbis nagyon úgy tűnik, hogy még a Gemini program előtt vagyunk, tehát akkor a szovjet űrprogram sokkal látványosabb sikereket halmoz folyamatosan, tehát a Hruscsov gondolhatta volna, hogy senki más nem lehet az első a Holdon, csak a szovjet ember. Úgyhogy valószínűleg nem vette volna ő se komolyan a felvetést, de állítólag maga Kennedy sem gondolta komolyan. De hát minden esetre így történt ez, hogy ez is felvetődött, de ez radikálisan megváltozott, amikor nem sokkal később, ugye november 22-én bekövetkezett a dallasi merénylet, és innentől persze a többi már történelem. Az űrkutatás, űrtevékenység, az amerikai űrprogram rajta maradt ezen a pályán, természetesen a szovjetek is igyekeztek követni, ők is rengeteg pénzt, ha bár közel sem annyit eltapsoltak, mint az amerikaiak, de azért sok pénzt elköltöttek arra, hogy ők is egy embert juttassanak a Holdra, hogy ez az ő esetükben nem sikerült, de hát mindenképpen ez egy meghatározó fordulópontja volt az emberi űrtevékenységnek, ez a Kennedy beszéd, aminek éppen most volt a 60. évfordulója, és azóta sem tudunk felmutatni egyébként ilyen helyzetet, ahol a politikai, technikai és tudományos törekvések ennyire egybevágtak, amikor az idő ennyire alkalmas volt, hogy minden egyben legyen ahhoz, hogy egy ilyen brutális méretű, a mostani áron számítva közel 200 milliárd dolláros gigantikus projektet végrehajtsanak, mint az Apollo program, ami embert juttatott a Holdra. Na, hát ez volt a mai szokolébresztő. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet. 2 hét múlva találkozunk ugyanígy felvételről. Az adásaink azok visszahallgathatók a Tilos honlapon is, de a blogunkon is, a parallaxis.emtv.hu-n, illetve a Parallaxisnak az ő SoundCloud csatornáján is. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, jó napot és jó hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok!